És pont most jön Beni? Na mindegy. Jó, akkor csináljuk így. Szóval az a lényeg, hogy mi ezt a matek példákat meg akarjuk csinálni. Csak streamelni nem tudjuk, mert mint kiderült, az 24 órán belül lesz kész a YouTube csatornánk arra, hogy tudjunk streamelni. Na nézzük ezeket a matek példákat. Ugye geometria példák. Megpróbálom elmagyarázni, nem vagyok matek tanár. Most kikopiszta? Nem tudod? Ja, oké. Egy háromszög belső szögeinek aránya 3 az 5 a 7-hez. Mekkorák a belső szögei a háromszögnek? Hát ezt úgy lehet megoldani, ez viszonylag egyszerű példa, hogy föl kell osztani a háromszög belső szögeinek az összegét, ami 180 fok, annyi részre, hogy abból egy szög 3 részt kapjon, a másik 5 részt kapjon, és a harmadik szög meg 7 részt kapjon. Tehát, hogyha azt a 180 fokot, ami a háromszög belső szögeinek az összege, felosztjuk 3, meg 5, meg 7, az mennyi? 15 részre. Akkor annak a háromszorosa lesz az egyik szög, az ötszöröse lesz a másik szög, és a hétszerese lesz a harmadik szög. Tehát ez egy nagyon egyszerű feladat, tehát úgy néz ki, hogy a háromszög belső szögeinek összege a 180 fok, az legyen a háromszora az x, ami egy kis résznek a mérete, meg 5 kis rész, meg 7 kis rész, az összesen, tehát 15 darab részre kell felosztani, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy egy ilyen kis rész az mennyi. El kell osztani 15-tel. 180-at elosztjuk 15-tel, az mennyi? Mindjárt. Nagyon jó. Tehát 180-at el kell osztani 15-tel. Az 12. Tehát 12 fokkal egyenlő egy ilyen kis rész, amire felosztottuk. És akkor ebből az egyik szög az lesz 3-szor az x. Tehát 3-szor a 12 fok az 36 fok. 5-szor x lesz a másik szög, tehát ez 5-szor 12 fok az 60 fok, és mennyi 7-szer x, az mennyi, az 84, 7-szer 10 az 70, és 7 meg 7 az 14, igen, tehát ez 84 fok lesz a harmadik szög. Ha ezeket összeadjuk, annak 180-at kell adnia, tehát 36 meg 60, meg 84, a 180, tehát akkor ez itt okés. Jó, ez egyszerű volt szerintem. Mehetünk tovább? Oké. Jó, tehát ez annyit kell tudni, hogy a háromszög belső szögeinek az összege 180 fok. Nézzük a kettest, ez... oké. Jó, ehhez tudom, hogy mi kellene, de ez ilyen bonyolult, ezt... Mármint úgy bonyolult, hogy inkább ugorjunk tovább ide a hármasra. Majd a végén előveszik azt a kettest. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 3,6 deciméter és 2,4 deciméter, a szára 1 deciméter, mekkora a trapéz magassága? Ugye először is tudni kell azt, hogy néz ki egy trapéz. A trapéz... Egy pillanat, mert közben én kopizok. Ugye egy trapéz az olyan síkidon, amelyiknek van egy párhuzamos oldalpárja. Ugye az azt jelenti, azt hívják a trapéz alapjainak, tehát húznom kell két, nem feltétlenül egyforma hosszúságú. Ugye ebben az esetben is ez itt 2,4 deciméter, én most nem írom ki a mértékegységet, ez 3,6, és szimmetrikus az azt jelenti, ugye az azt jelenti, hogy ennek az oldalának, ennek az alapjának a felező pontja
és a másik oldalának a felező pontja az egybe esik, és erre szimmetrikus, tehát tengelyesen szimmetrikus ez az alakzat. És itt van neki egy szára, meg itt van neki egy szára. Ugye mivel a szára 1 deciméter, ez most aránytalan ez a rajz, de ez most tök mindegy. Jó, ez egy egység hosszú. És akkor az a kérdés, hogy mekkora a trapéznak a magassága. Hát jelöljük be a magasságát, és már rögtön úgy jelöljük be, hogy innen a rövidebbik alapnak ebből a csúcsából merőleges bocsátunk a hosszabbik oldalra, hosszabbik alapra, ugye ezért merőleges, és ezt hívják magasságnak. Ugye azt lehet látni, hogyha ezt is itt innen is ezt a magasságot berajzolnám, akkor ez itt egy 2,4 tized. Ez az oldal itt is 2,4 tized egység hosszú, vagy deciméter hosszú. Tehát ez itt, ugye a 3,6 mínusz a 2,4-nek a fele. Ez megvan? Itt nem magamba beszélek, hanem itt ül mellettem a... Most nem mondom meg, hogy ki... Mert kikerül a YouTube-ra ez a anyag, akkor megkapok. 3,6 mínusz a 2,4-nek a fele, ugye? Mert itt van a másik fele. Tehát ugye ezek egyformák, azért egyforma hosszúságúak, mert szimmetrikus. Tehát 3,6-ból 2,4 az ugye 1,2-nek a fele az 0,6 deciméter, ugye? Ugye ez az alap. Az alapon lévő derékszög, ez itt is derékszög, ugye, mert ez itt egy egyenes szöget alkot. Tehát ez itt 180 fok, és hogyha ez 90, akkor ez is 90. Ami azt jelenti, hogy ez a háromszög, amit itt rajzolgatok, ez itt egy derékszögű háromszög, ezt itt külön ki is rajzolom. Ugye ez úgy néz ki, hogy van itt ez a keresett magasság, van ez az egy egység hossz, és van egy 0,6 egység hossz, hosszú oldal itt. És ez a derékszög. Akkor ebből a magasságot már könnyű kiszámolni, ugye ez egy derékszögű háromszög, és a Pitagorasz tétele lesz könnyű kiszámolni. Tehát az 1 a négyzeten az egyenlő a magasság a négyzeten, meg 0,6 a négyzeten, és akkor ebből a magasság a négyzeten, azt úgy lehet megkapni, hogy 1 a négyzetemből levonom a 0,6 a négyzetent, tehát az 1 mínusz, ugye 6x6 az 36, tehát 0,36, és akkor ez 0,64 század. Ugye 64 az 8x8, tehát akkor ebből a magasságra azt kapjuk, hogy ez 0,8 tized, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy ez hogy jött ki, hogy ez a négyzetgyöke a 0,64-nek. Tehát ennek a trapéznak a magassága 0,8 deciméter, ugye ennek van mértékegysége is deciméter. Oké. Nézzük. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 18 cm, magassága 12, mekkora a háromszögnek a szára? Egyenlő szárú háromszög alapja 18. Na várjunk. Ugye az egyenlő szárú háromszög az azt jelenti, hogy van neki egy alapja, és a két szára az viszont egyforma hosszúságú. Az azt jelenti, ugye, hogy itt ezek a szögek egyformák és szimmetrikus. És azt is jelenti, hogy ez a szimmetria tengely, ez a magasság, az itt van, hát ez pont nem sikerült jól berajzolni, mindegy. Tehát ez a magasság, ez itt az M, és az alapja, tehát ez az alap, az 18, és mivel ennek a két szára, mondjuk ezt jelöljük B-vel és B-vel egyforma, ezért ez a magasság, ez
két egyforma részre, tehát megfelezi az alapot, tehát ez is itt A per 2, meg ez is A per 2. És mivel ezek az oldalak egyforma hosszúságúak, emiatt ugye ez szimmetrikus, és az is igaz, hogy ez itt egy derékszög. Ugye az egyenlő szárú háromszögben a magasság, tehát az alaphoz tartozó magasság, az, hát ez minden háromszögben igaz, de az, hogy felezi az alapot és merőleges rá, az csak a szimmetrikus, tehát a egyenlő szárú háromszögben igaz. Mert ugye a magasság az merőleges az alapra mindig. De azért magasság. Oké, jó. Tehát megint egy derékszögű háromszög, ahol a magasságot, nem, a szárát keressük, tehát akkor az a, ennek a derékszögű háromszögnek az átfogója, akkor az igaz rá, hogy ugye ez a magasság a négyzeten, plusz az A per 2 a négyzeten. Ugye, tehát ez a, ennek a derékszögű háromszögnek egy, ez az egyik befogója, és a magasság a másik befogója. És az átfogója pedig az, amit keresünk, az szár. Tehát a magasság 12 cm ez a négyzeten, plusz a 18-nak a fele a négyzeten, az ugye 9 a négyzeten. Kerítsünk egy számológépet. Tehát 12 a négyzeten, plusz 9 a négyzeten. 225, és a szerencsénk van akkor ugye a B, a négyzetgyő 225, hogy ha szerencsénk van, akkor ez egy négyzetszám, és egész számot fogunk kapni. A négyzetgyöke ennek az 15. Tehát 15 cm. Oké? Jó. Na, menjünk tovább. 10 méter átmérő kör alakú bolond. Ja, igen, na. Oké, tehát ez az a feladat, ahol nem jók az adatok. Ugye ezzel az a gond, ezzel a feladattal, hogy most eltüntetem a toolbart. Sőt, itt mindent kitörlök, jó? Kezdjünk új lappal. Tehát az okozza a gondot ennél a példánál, hogy ha van egy 10 méter átmérő kör alakú valami, most én rajzolok egy kört. Aj, akkor szabad kézzel. Ez kör. Nem baj. Tehát, hogyha ennek 10 méter az átmérő, ez azt jelenti, hogy a középpontján átmenő itt van a középpontja, és 10 méter az átmérője. Tehát, hogyha ez itt 10 hosszú, és a két bejárat a kör egy átmérőnek a két végpontján van, tehát akkor mondjuk itt van az egyik bejárat, és ott van a másik bejárat. A poront szélén ülő egyik néző az egyik bejáratot 12 méterre ül, tehát hogyha ez itt 10 egység hosszú, akkor ettől a ponttól, mondjuk a bejárattól a 12 egységre lévő bármi, az egy olyan kör lesz, aminek nincs metszéspontja ezzel a 10 méter átmérőjű porondnak a körvonalával, és a néző az pedig ezen van rajta valahol. Tehát csináljuk meg inkább úgy a példát, hogy ez mondjuk akkor ne 10 méter átmérőjű legyen, hanem mondjuk 10 méter sugarú legyen, az azt jelenti, hogy akkor ez itt 20 méter. Így van, csináljuk meg úgy, hogy ez akkor itt mondjuk R egyenlő 10, tehát ne átmérő, hanem sugarú. És akkor ezt erre jelöltem. És akkor azt fog történni, ugye, hogy az egyik bejárattól 12 méterre ül, az azt jelenti, hogy egy olyan kört kell húzni, ugye egy ponttól a síkon adott távolságra lévő pontok halmaza, az egy körvonalon helyezkedik el, tehát a
a 12 egység sugarúkör az valami ilyesmi. Ugye itt két metszés pontja is van, tehát van egy ott, meg van egy itt. És akkor itt, hogy lehessen látni, hogy mit csinálok. De behúzom ez itt, akkor jelöljük úgy, hogy ez legyen a nagy R egyenlő 12. Poronc szélén ülő egyik nézze egyik bejárattól. Igen. Milyen messze ül a másik bejárattól, tehát itt ül akkor a néző. És az a kérdés, hogyha ezt itt tudjuk, hogy ez itt 12. Ez itt 12, a nagy R. Akkor az a kérdés, hogy ez mennyi. Jaj. Lehet, amiatt nem tudok egyenest húzni, mert nem váltottam szint, ugye? És akkor ezt a D-t, mondjuk jelöljük D-vel, ezt a távolságot, ez mennyi. Ugye ehhez azt kell tudni, hogy van egy ilyen tétel, úgy hívják, hogy Thales tétel. Thales tétel, és ez arról szól, hogy egy... Hú, hát sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de mondjuk akkor... Mondjuk azt, hogyha egy szakasz, mint átmérő fölé egy kört húzunk, akkor a körvonalon lévő pontokból az a szakasz mindig derékszögben látszik. Ezt úgy kell érteni, hogyha én e fölé a BB szakasz fölé rajzoltam ezt a porondot, aminek 10 méter volt a sugara, azaz a kör, akkor ennek bármelyik pontját kiválasztom, és onnan visszanézek erre a szakaszra, én most erre fele nézek, akkor a két végpont pont derékszögben látszik. Vagy úgy is meg lehet fogalmazni, hogy egy derékszögű háromszög átfogóját, a derékszögű háromszög átfogója, mint egy körnek az átmérője, fölé rajzolunk egy kört, akkor a harmadik csúcs az rajta lesz ezen a körvonalon. Lehet nem pontosan mondtam, de az a lényeg, hogy egy derékszögű háromszögnek az átfogójára rajzolok egy kört, a harmadik csúcs az rajta van ezen a körvonalon. Ezt nevezik úgy, hogy Thales kör. De jó az első változat is, hogyha a körvonalán egy szakaszra rajzolok egy kört, és a körvonalról visszanézek erre a szakaszra, akkor derékszögben látom ezt a szakaszt. Az a lényeg, hogy itt derékszög van. Oké? Magyarul ez azt jelenti, hogy ez a háromszög egy derékszögű háromszög, és hogyha tudom, hogy ez itt 12, és ennek ugye az átfogója, az a kétszerese a kis R-nek, azaz 20, tehát ez itt 20, akkor könnyen ki tudom számolni a hiányzó oldalt, ami ugye egy befogó. Külön ki is rajzolom ezt a háromszöget, ez ugye úgy néz ki, hogy itt van a nagy R, ez a 12, van az, amit nem tudok, és van az átfogó. Hát most ez pont nem lett olyan, mint amit akartam. Ugye ez is R és R, akkor ide ezt írhatom, hogy ez a két R egyenlő 20. És itt van a derékszögem, és ezt a D-t keresem. És ezt úgy lehet kiszámítani, hogy ugye ennek a négyzete egyenlő a 20 a négyzeten, mínusz a 12 a négyzeten, tehát az átfogó négyzeten, mínusz az egyik befogónak a négyzete. Ez ugye 400, mínusz a 12, az 144. Ezeket kivételesen tudtam fejből. Tehát 400 mínusz 144, 256, és a 256 az szerencsére az négyzetszám, ugye az 16. Hát ez most teljesen véletlen volt, hogy pont olyat választottunk. Ha
Annyi volt? 16. Tehát, hogyha az egyik bejárattól 12 méterre van, és 20 méter átmérő ez a porond, akkor 16 méterre van a másik bejárattól. Oké? Jó, a lényeg ennek a példának az, hogy Thales-kör. Oké, és ez derékszög van itt a körvonalon lévő pontnál. Mik vannak itt? A hatos, jó. Hú, nézzük, igaz, hamis. Egy háromszög beírt körének középpontja a súlyvonalak metszéspontja. Á, oké, ez biztosan nem igaz, ugye? Ugye ez azt kell tudni, hogy a beírt körnek hol van a középpontja, és hogy a súlyvonalak azok micsodák. Ugye a beírt kör az arra igaznak kell annak lennie, hogy a oldalaktól egyforma távolságra van. Ugye? Ezt is kopizzuk már ki. De most középre raktam? Ja. Tehát akkor az A, ugye? Egy háromszög beírt köre, ugye egy háromszögnek a beírt köre az olyan lehet, amelyik az oldalaktól, mindegyik oldaltól egyforma távolságra kell, hogy legyen. Na most azért, mert úgy lesz beírt köre egy háromszögnek, hogy érinti az összes oldalt. Két oldaltól annak az szögfelezője van egyforma távolságra. Ugye a másik két oldaltól is annak a szögfelezője van egyforma távolságra. Ugye, hogyha ez ettől a két oldaltól és ez ettől a két oldaltól van egyforma távolságra, akkor ebből az is következik, hogy ez a pont, ez mind a három oldaltól egyforma távolságra van. És akkor ebből az is következik, hogy ez a szögfelező átmegy ezen a ponton a harmadik szögfelező. És ugye itt most nekünk be kell rajzolni azt a kört, azt pedig úgy fogjuk tudni berajzolni, hogy ebből a pontból merőlegest bocsátunk az oldalra, és ezzel a sugárral megrajzoljuk azt a kört. Valahogy így. Oké, tehát az a lényege, hogy a beírt körnek az oldalaktól kell egyforma távolságra lenni, és a szögfelezők vannak egyforma távolságra az oldalaktól. A súlyvonalak azok viszont a súlyvonal az melyik? Az szerintem az oldalfelező és az vele szemközti csúcspontnak a háromszögön belül eső szakasza. Nem tudod? Hát szerintem az. Ja, élő közvetítés nem működik. Súlyvonal? Háromszög. Súlyvonal. Csúcspontját a szemközti oldal felezőjével. Így van. Oké. Tehát magyarul ez nem igaz. Tehát ez hamis. Egy derékszögű háromszög köré írt körének sugara az átfogó hosszának a fele. Ez igaz. Ugye ez a Thales tétel igaz. Thales. Be is lehet bizonyítani. Egyszerűen be lehet bizonyítani. Van olyan téglalap, amelyik deltoid. Van olyan téglalap, ami deltoid? Ugye ez azt kell tudni, mi az, hogy téglalap, meg mi az, hogy deltoid. A deltoidnak az egymás mellett lévő oldalai egyforma hosszúságúak. Tehát a deltoid az olyan, hogy van neki ez a két oldala, ami egyforma. Ja, várjál, akkor... oké, nem, ez nem elegendő. Most egy kicsit gondolkodjunk. Várj egy picit, tehát a deltoid az biztosan olyan, hogy van neki egy szimmetria tengelye.
ugye? Tehát a deltoidnak lennie kell egy szimmetria tengelyének, és az biztos, hogy ezek az oldalai azok egyformák. Tehát a egymás mellett lévő oldalaik egyformák. Most ez a kettő, amit mondtam, ez tök ugyanaz. Ugye, hogyha szimmetrikus, akkor ezeknek így egymás melletti oldalaknak egyformának kell lenni. Tehát a két állítás az ugye egymásnak megfelelt. Tehát elegendő az a feltétel is, hogy a deltoid az egy olyan négyszög, aminek van egy szimmetria tengelye. Hogy van-e olyan téglalap, amelyik deltoid, hogyha a négyzet az téglalap, már pedig az téglalap, és elegendő az a feltétel, hogy van legalább egy szimmetria tengelye, akkor igen, ez igaz, mert ebben az esetben a négyzet az deltoid. Ha egy négyszög paralellogramma, akkor két-két oldala egyenlő. Most a paralellogramma... A paralellogramma az olyan, hogy kettő párhuzamos oldalpárja van? Igen. Ugye, hogyha azok ott párhuzamosak, akkor igaz rá is, hogy a két-két oldala egyenlő. Ugye ezért nem azt mondja, hogy a szemközti vagy egymás melletti, tehát szomszédos, hanem hogy két-két oldala egyenlő. Ugye ebbe a megfogalmazásba benne van az, hogy ugye a deltoidra is igaz az, hogy két-két oldala egyenlő, de nem paralellogrammal, mert nem párhuzamosak a szemközti oldalai. Viszont ez nem mondja azt, hogy a szemközti oldalai egyenlők. Tehát, hogyha egy és ugye az állításnak ez az iránya, tehát a paralellogrammáról állítja azt, hogy két-két oldala egyenlő, és akkor ez igaz. Mert ha fordítva lenne, hogy egy négyszögnek két-két oldala egyenlő, akkor paralellogramma, akkor nem lenne igaz. Mert ugye a deltoidra nem igaz. Ha egy négyszög két-két oldala egyenlő, akkor a négyszög paralellogramma. Hát ez itt pont az, amiről beszélünk, ugye ez nem igaz. Ez hamis, lásd deltoid. Ha egy trapéz minden oldala egyenlő, akkor az négyzet ugye a trapéz. A trapéz az egy olyan négyszög, aminek van egy párhuzamos oldal párja. Ugye? Tehát a két alapja egymással párhuzamos. És akkor ugye az a kérdés, hogy ha ez egy trapéz és minden oldala egyenlő, akkor az lehet a négyzet? Hát lehet négyzet, de lehet ugye rombusz is. Tehát akkor ez hamis, ez nem igaz. Ugye amiatt, mert lehet a rombusz. Ugye a rombusz az egy olyan, mint egy négyzet, amit pofán csaptak. Igaz? Tehát ilyen, hogy minden oldala egyenlő. És ez ugye trapéz is, mert van neki párhuzamos oldalai, ez és ez. Igen, ezzel mindig egy kicsit bajba vagyok, hogy... Most a trapéznak az feltétele, hogy a másik két oldala ne legyen egyenlő? Nem, ugye? Tehát a trapéz az egy nagyobb halmaz, mint a rombusz. Tehát a trapézokon belül, itt vannak a trapézok, azon belül a rombuszok, azok itt vannak. Tehát így értem. Tehát, hogy a rombusz, mindegyik rombusz az trapéz, de nem mindegyik trapéz rombusz. Oké, jó. Jó, akkor menjünk tovább. Ugye a következő az hány átlója van egy konvex 20 szögnek, és mekkora egy szabályos 20 szög egy belső szöge.
Hát ehhez úgy a legkönnyebb, ha megtanulja az ember, nem? Azt az egy szem összefüggést. Be is lehet látni. Ugye a konvex sokszögek. Most én próbálok egy valahány oldalút rajzolni. Ez mennyi lehet? 1, 2, 3, 4, 5. És akkor az a lényeg, ugye, hogy egy csúcsból hányat tudok behúzni? Hogyha ennek van 1, 2, 3, 4, 5 oldala, akkor 2-t tudok behúzni, igaz? Vajon? Tehát oda tudok húzni, meg oda tudok húzni. 1, 2, 3, 4, 5 oldal, és mindig 2-vel kevesebbet. Vagy mi az? 2-vel. 3-mal kevesebbet. Tehát egy csúcsból van neki, van n csúcs, abból be tudok húzni n-3-at, ugye? Végig tudom járni az összes csúcsot, tehát első, második, bla 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 bla. Ez itt az n-1-edik, n-1-edik, n-edik, n-edik csúcs. Mindegyikből be tudok húzni n-3-at, ugye? Tehát n-szer n-3-at tudok behúzni, de viszont amikor ide érek, akkor ezt még egyszer behúzom. Tehát mindegyiknek kell a fele. Mert mindegyiket kétszer húzom be. És akkor ez a átlók száma, ugye? Szóljál, ha nem ennyi. Nézd már meg a füzetbe. De én szerintem ennyi. És akkor itt most ennél a példánál az n az 20, tehát akkor az átlók száma az 20-szor 17 per a 2, az ugye 20-nak a fele az 10-szer 17, az 170. Jó? N-szer n-3 per 2, tök jó. És akkor egy szabályos 20 szögnek egy belső szöge. Ugye itt ez a fontos, hogy egy belső szöge. Tehát nem azt kérdezi, hogy mennyi a belső szögeinek az összege. Ugye a belső szögeinek az összegét az viszonylag könnyű, pont emiatt az ábrán jól látszik. Ugye mindegyik háromszög, tehát az átlók, tehát az egy csúcsból indított átlók, azok háromszögekre bontják a síkidomot, és minden háromszögnek 180 fok a belső szögeinek az összege. Tehát az azt jelenti, hogy ahány háromszög van benne, annyiszor 180 fok. És akkor az a kérdés, hogy hány darab háromszögre osztja a behúzott átlók. Nézzük ennél 1, 2, 3, tehát n-2-re. Igaz? Tehát hova írjam? Akkor ugye a belső szögek, összege. Még nem ez a kérdés, ugye n-2 háromszögször 180 fok, és akkor egy belső szög. Azt pedig el kell osztani a csúcsoknak a számával, az ugye pedig n. Tehát n-2-ször 180 fok, és osztva n-nel. Ugye ez itt a szabályos, az a lényeg, hogy szabályos legyen ez a síkidom. Ugye esetünkben ez mennyi is? 18-szor 180 fok per 20. Az mennyi? Fú, ezt nem tudom kiszámolni egy fejben. Tehát 18-szor 180 per 20. 162 fok.
Oké, ennyi. Jó, és akkor egy példát hagytunk ki, ezt a kettest. A kettes példa az pedig a háromszög egyenlőtlenségről szól. Ugye a háromszög egyenlőtlenség az azt mondja, hogyha van egy ilyen hosszú oldalam, meg van egy ilyen hosszú oldalam, ebből akkor lehet háromszöget csinálni, hogyha a harmadik oldal az ennél kisebb, mondjuk ekkora. Most direkt úgy rajzoltam. Akkor ebből lehet háromszöget csinálni. Így van, mert ezt az oldalt addig kell odaforgatni, míg ez a két csúcs találkozik. Tehát, hogyha A az egyik oldal, B a másik oldal, és a harmadik oldal a C, akkor igaznak kell lenni. Most miért vesződtettem? Tehát igaznak kell lenni annak, hogy az A plusz B-nél a C oldalnak kisebbnek kell lenni. Oké, ugye ennél az esetnél ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van az A, ott van a C oldal, és a C oldal addig fordítom ebbe az irányba, míg a B-t oda tudom rajzolni. Jó, valami ilyesmi. Ugye abban az esetben, hogyha a C oldal hosszabb lenne, mint a kettőnek az összege, akkor ez a kettő nem érné el, hiába lenne velük párhuzamos. Tehát ez a csúcspont nem tudna bekerülni ebbe a csúcspontba. Ez a lényeg ennek a háromszög egyenlőtlenségnek. Ennek a neve háromszög egyenlőtlenség. És ez a lényege. Na most itt az A és a B és a C, az bármelyik kettő lehet itt, és a harmadik itt bármelyik lehet. Ugye, hogyha 2 cm és 6 cm, akkor itt legyen ez a 2, meg 6, az ugye egyenlő 8-szal, és annál kisebbnek kell lenni a C oldalnak. Akkor az mennyi lehet? Ja igen, mekkora lehet a harmadik oldal? Tudjuk, hogy centiméterben mérve az is egész szám. Hát ugye, hogyha csak ezt az egy egyenlőtlenséget nézzük, akkor ez itt lehetne 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7, ugye? De viszont annak is igaznak kell lenni, hogy mondjuk válasszuk ki az 1-et, akkor az 1 meg a 2-nél a 6-nak kisebbnek kell lenni, tehát az 1 az biztosan nem lehet. Tehát annak is igaznak kell lenni, hogyha most a C-nek a helyére a 6-ot rakjuk, és akkor az egyik oldal az ott a 2, ez a 2-es, akkor úgy kell itt megválasztani ezek közül a számokat, az oldalhosszakat, hogy ennek az egyenlőtlenségnek is igaznak kell lenni, tehát ide olyan számot kell választani ezek közül, hogy ez igaz. Ugye milyen számot adhatok hozzá a 2-höz, hogy nagyobbat kapjak, mint 6? Hát biztosan az 5-öt, ugye, 5-öt vagy annál nagyobbat kell hozzáadni. Tehát ezek között az 5, a 6 és a 7 lehet jó. Tehát akkor itt, ezt most mondjuk ideírom, C egyenlő 5, 6, 7 lehet a jó. És akkor még azt kell megnézni, hogy... És akkor mi lehet a harmadik eset? Tehát a harmadik eset akkor az, hogy a 2 kerül ide. Oké. Tehát olyannak kell lennie, hogy a 2-nél nagyobbnak kell lenni a 6 plusz, amit ide választottunk ezek, ugye? 5, 6, 7. Tehát az 5, vagy a 6, vagy a 7, de mivel bármit hozzáadunk ugye a 6-hoz, és ezt máshogy jelölöm,
Tehát ide azt kéne írom, hogy a C, ezek kerülhetnek ide, igaz? Tehát ide bármelyiket beírom az 5 és a 6 és a 7 közül, ez mindig igaz. Tehát akkor az 5 és a 6 és a 7 lehet a harmadik oldal. Ez így oké? Okay? Bízom el, hogy nem keveredtem bele. Oké. Okay. Tehát olyan lehet a háromszög, hogy az egyik oldala 2 cm, a másik oldala 6 cm, és a harmadik oldal az lehet 5, 6 vagy 7 cm. Oké. Okay. És végül is ennyi. Volt még valami? Valami példa? Nem volt.